lehet, hogy profánul hangzik a kérdés, mi az, ami ma és tegnap mondjuk megy, és mi az, ami az első nap, az a mikromillinyi hiányzott a teljesítményedből? Úgy gondolom, hogy így nem nagyon lehet elmagyarázni, hogy mi volt. Nem volt szerintem semmi probléma az első nappal, de pont ezért szeretek versenyezni, és több versenyszámot úszni, mert valamit el fogok veszteni, és valamit meg fogok nyerni. Úgyhogy szerintem sokan gondolták volna talán az első nap után, hogy ez a bajnokság, ez nem az enyém lesz, de én éreztem, hogy jól megy, és tényleg ma sikerült csak magamra koncentrálnom, és a maximumot nyújtanom. Missy Franklin az elmúlt percekben gratulált a világcsúcsodhoz az egyik közösségi oldalon, és feltűnt, hogy amikor kiléptél a medencéből, szinte felrobbant az aréna, noha nem Magyarországon vagyunk. Ez már a világsztárságnak egy egyértelmű ismérve, nem? Nagyon sok magyar van kint, úgyhogy nagyon-nagyon sok zászlót láttam, főleg eredményhirdetést, ugye akkor van egy pici időm körülnézni, és nagyon örültem neki. Én láttam, van egy magyar tábor, akik mindig itt vannak a világkupán is, úgyhogy nagyon örültem, hogy megint itt voltak.